Április 7-én rendezték meg a Belügyminisztérium országos judó bajnokságát, ahol összesen 24 csapat képviselte egyetemét. Köztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is jelen volt, és az egyéni kiváló teljesítményeknek köszönhetően az aranyérmet hozták el csapatban. Köszöntöm a csapat egyik tagját, Lőkös Krisztián, szervusz, szia! Szia! Hát gratulálok először is, 125 versenyző közül ti hoztátok el a legtöbb pontot, ti gyűjtöttétek a legtöbb pontot. Szerinted minek köszönhető ez a teljesítmény, hogyan éltétek meg ezt a miskolci tornát? Hát szerintem nagyon jó volt egyébként a verseny szervezése is, meg a verseny lebonyolítása is. Hozzátenném, hogy körülbelül olyan 8-10-15 fő azok, akik járnak a judó edzésekre. Szerintem ott a felkészítés hozhatta meg ennek a gyümölcsét, hogy végül elhozhattuk a csapatbajnokságot, véleményem szerint, meg plusz amit a többiek hozzáraktak mindig, az a plusz edzés, amit külön csináltak. Mekkora presztízsű ez a torna, hogy mit tudnál elmondani róla? Hát a rendőrség berkein belül igazából ez azon belül lenne nagyobb verseny, hiszen ez a egész országban lévő rendőrségi állományt öleli fel, tehát akik a rendőrségen belül vannak, és azok képviseltették magukat. Szerintem ezek, tehát a saját súlycsoportokon belül a saját embereink nagyon jól szerepeltek egyébként. Magadról mit tudnál elmondani, milyen versenyt zártál? Hát három meccset mentem igazából. Az első két meccsem rutintalan versenyzőkkel volt, de egyébként nagyon szoros volt az előző, tehát az állás is. A döntőben pedig egy volt régi judós ellenfelemmel mentem, aki még a mai napig is judós kerettag. Hát tőle sajnos iponnal kikaptam, de azért sikerült elhozni a második helyet. Mesélj még egy kicsikét magadról, mióta űzöd ezt a sportágat, és az NK színein mióta versenyzel? Én a versenysportágat, a judó 18 éve végzem, körülbelül 16 éve verseny, tehát 16 évig versenyjudóztam, sajnos később lett egy-két sérülésem, amiatt abba kellett hagynom a versenysportot, de a judót, mint oktatást, azt még így a mai napig is csinálom, míg amikor elkezdtem a tiszthelyettesi iskolát, akkor kezdtem el főképpen foglalkozni újra a judóval, ugyanúgy átadni úgymond a saját tudásomat a fiatalabbaknak, vagy a saját korosztályon belieknek, akik még nem ismerték ezt a sportágat. Akkor kérlek egy kicsikét részletezz, hogy mi a legfontosabb a judó során, mennyire mentális, mennyire fizikai ez a sportág? Hát mind a kettő nagyon fontos szerintem. Hogyha a fejben nincs ott az ember, viszont megvan az ereje, akkor az a baj, hogyha nem tud elég oda koncentrálni, akkor hiába van nagy ereje, hogyha nem fogja el tudni dobni az embert. Viszont hogyha csak mentálisan van ott és nincs ereje, akkor sajnos nem fogja el tudni dobni a dobást. Tehát szerintem, hogyha ez a kettő megvan, akkor mondhatjuk azt, hogy igenis jó a judóban. Tehát a mentális meg a erőléti rész az nagyon-nagyon fontos a judóban. Hogyan látod az NK judó szakosztályának jelenét és jövőjét? Ez az aranyérem azért eléggé beszédes. Hát Nagy Ádám tanár úrral próbálunk mindent elkövetni ennek érdekében, heti két edzéssel, hogy minél több tudást át tudjunk adni a fiatalabbaknak, illetve a többi hallgatótársamnak. Igyekszünk mindent megtenni igazából ez ügyben. Érintetted a fiatalokat, kiknek ajánlanád ezt a sportot? Hát mindenkinek ajánlom már igazából, aki valamilyen olyan küzdősporttal akar megismerkedni, ami nagyon jó önvédelmi sportág egyébként. Tehát én, mint már aki voltam kint utcán, sokszor használtam például a judót, mint önvédelmet. És az akkor nem csak a rendészettudományi karon tanulóknak lehet hasznos, de azért reméljük, hogy nem kell olyan sokszor használni, például az utcán senkinek. Hát igen, reméljük, hogy nem kell használni, de jó, hogyha ott van. Ugyanúgy, mint minden egyes küzdősportág egyébként önvédelmi célból. Krisztián, köszönjük szépen, hogy itt voltál, hasonló sikereket kívánunk, inkább a tatamin. És már csak utólag igazából kellene intézkedni, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm szépen, viszontlátással.